A látványtervek szerint így néz majd ki a több funkciós Pangea, ökocentrum és szálloda, amely oktató és konferencia központként is működik majd. Az épületből egyedülálló kilátás nyílik egyik oldalról a sóstói tóra, a másik oldalról pedig a 35 hektáros állatparkra. Az 5000 négyzetméteres épület két szintjén 38 szobát alakítanak ki, de egy 100 fős konferenciaterem is helyet kapott a tervekben, hangzott el a sajtótájékoztatón. Az építési tendert az a nyíregyházi vállalkozás nyerte, amely korábban már a zöld piramist is építette, de további beruházások is tervben vannak az állatparkban 2019-ig. Az egyik ilyen a 3,5 milliárd forintos jégkorszaki interaktív állatbemutató. Ez a projekt jelenleg tervezés előkészítési szakaszban van. Egy olyan a sarkvidékeket bemutató különleges állatkerti élmény nyújt majd, ami visszamegy a jégkorszaki világba. Megpróbálunk élethű másolatokat készíteni a mamutról és egyéb jégkorszaki élőlényekről, többek között a jégkorszakban élt emberről, és aztán onnan eltávolodva megjelennek a sarkok ma élő állatai. A szállodaépítés költségvetése közel 1,7 milliárd forint, de összesen több mint 6 milliárd forint támogatást kap az állatpark a különböző fejlesztésekre 2019-ig. A finanszírozási háttere úgy áll fel, hogy 5,2 milliárd modern városi, tehát saját magyar költségvetési forrásból, 1,5 milliárd pedig topos, azaz Európai Uniós forrásból kerül finanszírozásra, és ez a fejlesztési csomag ezzel indul. A Pangea ökocentrum hotel építésével, amit szeretnénk jövő júniusban megnyitni. Egy látogatócentrum kialakítása és az állatpark bejáratának átépítése is a fejlesztési csomagba tartozik. A hazánkban működő 12 vidéki állatkert közül a nyíregyháziban indult el a legnagyobb mértékű beruházás, tette hozzá Gajdos László.